Egy designer számára egy múzeumi gyűjtemény az gyakorlatilag egy kincses bánya. Szabadúszóként egy ilyen feladatom volt, amikor magyar motívumok kellett foglalkozni, és ekkor találkoztam Tasnádi Zsuzsával. Ez gyakorlatilag 8-10 évvel ezelőtt volt. A szakmai irányításával ő készített egy válogatást a motívumokról. Informatikai cégnél dolgozom, a kreatív részleget vezettem, és az informatikai cég mögénk állt, és akkor elkezdtünk közösen gondolkodni, hogy mit vegyünk figyelembe egy motívumnak a vektorizált újrarajzolásában. Tehát ez volt az alapja az egésznek. Az alkotó szándékát vettük figyelembe elsősorban. Törekedtünk arra, hogy a vonalvezetés frissessége az a mai trendeknek megfelelő legyen, de ugye autentikus is legyen a motívum, tehát hogyha aszimmetrikusan rajzolt a rajzoló, vagy aki éppen az edény díszítette, vagy aki szőtte azt a szőttest, akkor mi is aszimmetrikussá rajzoltuk, hogyha hibát tett bele, ami egy ilyen direkt hiba, akkor a Zsuzsához fordultunk, hogy ezt figyelembe vegyük-e, vagy nem. Tehát minden egyes motívum mögött egy megbeszélés áll gyakorlatilag, és alkothat belőle egy maga számára fontos és esztétikus motívum kompozíciót, amit használhat.